Mindenkinek csoda szép estét, nagy-nagy szeretettel köszöntöm ma este is a kedves és lelkes pánytartalkotókat. Hangolódjunk együtt a karácsonyra, és készítsünk varázslatos otthondekorációkat és varázslatos ajándékokat, amik megdobogtatják a szívünket. Remélem, hogy sokan tartotok ma este is velünk, és jó hangulatban fogunk ezen a csütörtök este is alkotni. Én nagyon-nagyon sok mindennel készültem nektek, és természetesen itt várakoznak a Pántart újdonságai közül egyen-ketten, és a régi kedvencek közül is egyen-ketten. És egy nagyon-nagyon kedves alkotást hoztam nektek ma estére. Ez egy nagyon-nagyon régi alkotásomnak a kicsit újra gondolt változata lesz, úgyhogy remélem, hogy sokan kedvet kaptok az elkészítéséhez, és egy csomó Pántart terméket fogunk felhasználni, úgyhogy rengeteg mindennel megismerkedhettek, vagy újra eszetekbe juthatnak, hogy ezek milyen jól felhasználható termékek, természetesen az újdonságok mellett. Én nem is húzom tovább a szót, mert ahogy körülnézek, és ahogy elkezdtem kipakolni a mai hozzávalókat, jó tele lett itt az asztalom, úgyhogy jó sok mindent fogunk használni. Ez azt jelenti, hogy habos kakaókat elő, forró citromos teákat az öletekbe, egy kis kekszet mellé, és neki is kezdhetünk a ma estének. Nonó várja a hozzászólásaitokat, és a kihagyhatatlan mondat, a ma este felhasznált Pántart termékeket megtaláljátok mind a Pántart hivatalos viszonteladóinál, a hivatalos viszonteladók listáját pedig megtaláljátok a www.pántart.eu oldalon. Most nézem, hogy ez itt is van a köténye, most itt letükröződik a telefonba. Nem is láttam még sose. Így szemből. Kik vannak itt velünk ma este, Nonó? Itt van Tóth Anikó, itt van Vaspöri Marci, Ortó Marika, Angyalfi Évi, Bátoszkini Erzsike, Egyed Józsefné Marci, Pécs Julianna, Szép Katika, Ábrahám Marci, Ruprek Márti, Dunai Ferencné Marika, Budáni Anikó, Margó, már 93-an. Mi jó puszi nektek! Nagyon-nagyon szépet fogunk készíteni, úgyhogy nagyon hálás vagyok nektek, hogyha megosztjátok a mai élő közvetítést is az ismerőseitekkel, hogy minél többen kapjanak kedvet ahhoz, hogy saját készítésű karácsonyi otthondekorációkat, saját készítésű karácsonyi ajándékokat készítsenek ebben az évben, és mivel ez is egy nagyon-nagyon különleges év volt, így nagyon-nagyon különleges karácsonyi inspirációkkal készültem nektek most is, úgyhogy, és erre mindenképpen figyeljetek, hogy ezen a karácsonyon készüljenek a legszebb alkotások, mert nagyon-nagyon sok minden történt velünk ebben az évben is, és hangolódjunk a karácsonyra már most. Na, hát először is egy ilyen közepes méretű könyvdobozt választottam ki a mai alkotásunkhoz. Se nem kicsi, se nem nagy, úgyhogy lehet is belepakolni, illetve úgy gondoltam, hogy azért nem a legnagyobbat választom ebből a könyvdobozból, hogy talán még így körülbelül egy-másfél óra alatt készen is leszünk a mai alkotásra. De tudod, Nonó, hogy mit láttam rajta, hogy ceruzával egy kicsit össze van firkálva, hogy egy radírt tudnál hozni, légy szíves. Nemrégiben kerültek a Pántart hivatalos viszont eladóinak polcaira a Pántart őszi-téli újdonságai, és az őszi-téli újdonságok kipróbálása alkalmával már dolgoztunk az új antikoló gélekkel, szerintem egy csomó szint kipróbáltunk belőle, de ami a legjobban megmaradt bennem, az az oliva szín volt, hogy ezzel nem tudtam betelni, úgyhogy arra gondoltam, hogy legyen ez az oliva szín a mai könyvdobozunknak az alapszíne, és hoztam mellé még egy kis régi kedves festéket is. Ez az antikoló gél, ez nagyon-nagyon nem takarékos, gazdaságos, na ezt akartam mondani. És a könyvdoboznak a külső oldalait, illetve ezt a középső könyvlap imitáció részt is ezzel fogom
bekenni, egy sima szintetikus ecsetet használok. Ha bármi kérdésetek van az alapanyagokkal kapcsolatban, akkor mindenképpen írjatok hozzászólást. Csak nagyon vékonyan kenem be a dobozt, hogy szépen megmaradjon a doboznak a faerezete, és nem is teljesen kenem be vele, ahogy látjátok, csak ilyen tessék-lássék módon. És egy nedves popsi törlővel szépen visszatörlöm, és így egy gyönyörű, szép faerezet mintás zöld fadobozt fogunk kapni. Aminél tudjátok, hogy mi a legjobb, hogy pillanatok alatt sítsúgy megszárad, és már is tudunk vele tovább haladni, de mégis egy alapszint már adtunk is a dobozunknak. Azért is nagyon jók ezek az antikológ gélek, mert ezektől nem ragadnak össze a zsanérok és a zárszerkezetek, így elhanyagolható a dobozoknak a szétszedése. Nekem a szétszedés az nagyon megy, az összerakást azt mindig halogatni szoktam. Van, amikor addig halogatom, hogy már meg se találom a csavarokat. Veletek fordult már elő ilyen? Látjátok, milyen haladós. Gyönyörű ez a szín. Gyönyörű, gyönyörű. Nagyon szép, igaz? Össze is zárom a dobozt, mert én így könnyebben fogok vele szerintem boldogulni, de hogyha nem, akkor majd kinyitom. Most először ezeket a belső éleket kenem be. Utána a könyvlapokat. Kipróbáltam már ki ezeket a szuper jó antikológ éleket. Itt van Tóbiás Bea, itt van Blanche, itt van Brumár Betty, Balázs Julika. Nagyon-nagyon örülök nektek, köszönöm, hogy ma este is itt vagytok. Takácsnyi Melinda írja, hogy a csavarok eltűnése miatt vett mágneses tálat. De jó! Nem is hallottam még ilyet, hogy mágneses tál. Nagyon klassz. Ternai Ági írja, hogy sziasztok, jó munkát, Viki, ma is szépet alkotsz. Nagyon aranyos vagy, Ágika, hogy így látatlanban már megelőlegezed nekem. Köszönöm szépen! Nagyon könnyen kelhetőek ezek az antikológélek, öröm velük dolgozni. Főleg, hogy milyen gyorsan száradnak. A bordázott felület miatt egy kicsit itt többet kell simogatnom, mint a sima oldalakon, de mindjárt meg vagyunk ezzel. És már is lett a dobozunknak egy gyönyörű, szép olívazöld színe, ami szerintem már is megidézi a klasszikus karácsonyok hangulatát, és azonnal érzitek a fenyő illatot is az orrotokban. Zsubán érzik azt ide, hogy még nem próbáltad, de szeretném. Hát mindenképpen próbált ki, Rozika, mert
fantasztikus dolgokat lehet velük készíteni. És te is szereted, hogyha az alkotásaid sicsutyjel készülnek, úgyhogy a türelmetlen alkotóknak is ez egy remek termék. Ha fémdobozt lealapoz, szekeres nyilvánita, arra is tudja használni az antikorrugét? Hát mindenféle felületre rá lehet kenni. Szerintem, Anita, amikor hetekkel ezelőtt kipróbáltuk ezeket az antikológéleket, minthogyha használtam volna egy fém kis kaspónál, ami bonding primerrel volt lealapozva, és utána pedig háromféle színt kentem föl rá változatosan, és tökéletesen megtapadt a felületén, és nagyon-nagyon szép felületet sikerült így létrehozni a kis bádok kaspó felületén. Erre a gérre lehet-e mattaképességgel festeni, mert dekopázsolni szeretnének rá, és ahhoz kellene a fehér alap. Na, náhogy lehet, és mindjárt ki is fogjuk próbálni, hogy hogyan viselkednek a mattaképfestékek ezen a lazúr, nem lazúr, ezen az antikológéles felületen, úgyhogy már is ez következik, ugyanis amiatt, hogy nagyon gyorsan szárad, bár mondjuk ilyen lehellett vékonyan kentük rá a felületre, ezzel elősegítettük azt, hogy nagyon-nagyon gyorsan megszáradjon. Még egy indurik-indurik nyírkos, de ez semmi. Kovács Judit azt írja, hogy ki fogom próbálni, nagyon izgalmasnak tűnik. Nagyon örülök, hogyha kedvet kaptok a kipróbálásához. Fehér matta akrilfestik. Csak egy ennyicske. Egy stencilező ecse. Csak nagyon kevés festék. És egy-két hópályhecskét rávarázsolunk. Nem gondoltam rá sokat, csak egyet, kettőt, hármat, négyet. Tökéletes. Mindjárt kész is vagyunk vele, és haladhatunk tovább. Kész. Igaz, ennyi elég a doboz tetejére, mivel a doboznak a belső részét fogjuk ma este díszíteni, úgyhogy szerintem ennyi díszítés ide bőven elég. De mielőtt kinyitnám a kis csoda dobozunkat, amit ma este fogunk készíteni, egy régi kedves ismerőst hoztam nektek, és úgy gondoltam, hogy ez a csillogó gél, ami az oliva arany színt viseli, ez remekül fog illeni az antikológil oliva árnyalatához. Másik ecset, nagyon-nagyon kevés ebből a zöldből, és hogy egy kicsit különlegesebbé tegyük itt a könyvlapokat, bár nagyon ez nem fog dominálni, csak ezzel így finoman megsuhintom, és biztosan emlékeztek rá, hogy ezek a csillogó gélek is nagyon klasszul visszatörölhetőek, akár egy popsitörlővel, akár egy szivacsecsettel, és ilyen lehellett finom csillogó felületeket lehet vele készíteni, ami egy picit ünnepibb
fénybe emeli a mai alkotásunkat. Nem is teszek mindenhova, csak egy-két helyre. Mivel vitted fel a fehér akrilfestéket? Stencilező ecsettel. Ez egy nagyon finom mintájú stencil, és a stencilező ecsettel sokkal szebben kijönnek ezek a hópehely minták, mint a szivacs ecsettel, hogyha azzal stenciliztem volna. A dekorgumit is lehet antikológiával kenni? Persze! Szerintem minden felületen tökéletesen helytáll ez az antikológél. A dekorgumin biztos nehezebben szárad, de biztos, hogy megtapad azon a felületen is. Mivel nagyon-nagyon tetszik ez a kis csillogás a dobozon, még egy picit ide a könyvnek, a könyvdoboznak a széleire és a sarkaira viszek fel belőle, de ezt is, ahogy felvittem, már is törlöm vissza, hogy csak egy ilyen kis ünnepi ragyogást kapjon. Szerintem remekül illenek egymáshoz. Az oliva antikológéllel. Még egy kicsit ide is teszek, mert nagyon tetszik. Gyönyörű. Mindjárt az egyik hópehely nem valami szép rajta. Mondhatnám azt is, hogy a stencil egy kicsit agyon van használva, de mondhatom azt is, hogy bénán stenciliztem. A lényegen nem változtat, a hópehelycske ilyen, majd lehet, hogy teszek még rá egy másik fajta hópehelyt, hogyha találok benne olyat, ami elfedi. Egyébként, hogyha nem jó a stencil minta, akkor egy picit vissza lehet csiszolni, újra antikológél, és utána újra stencilezzük. És nagyon-nagyon szépen ragyognak a csillogógélbe ezek a kis finom csillogó szemcsék. Jaj, még egy kicsit ide is teszem. Nagyon tetszik. Ebből majd nem tudom, hogy mennyi látszik, csak szinte ami itt maradt a papíron. Hát például ez, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, de készítettünk ilyen gömbdekorokat is, amikor az antikológiát kipróbáltuk először együtt, akkor készítettünk egy ilyen hungarocellkúból egy karácsonyfa imitációt, na azzal is, akkor is át lehetett volna simogatni ezzel a csillogó géllel őket, mert sokkal ünnepibbek így. Igaz, Monika? Igen. Na, akkor nyissuk ki a ládikunkat. Ez most itt így néz ki. És megint az antikológiát fogom elővenni. Persze, hogy nem találom meg azt az ecsetet. Na, mindegy. Nem az? Nem azzal, az csillog. Azt hittem, hogy két különböző ecsettel csináltam. A doboznak ezt a belső-külső peremi, míg átkenem az antikológiéllel. Hogy tetszik, Nonóka, a pántartalkotóknak a gyönyörű zöld csillogó gél? Nem is tetszik. Jaj.
itt egy picit a doboz alsó részének, amit majd díszíteni fogunk, ott az oldalfalait egy kicsit áthúzom az antikológéllel, nem teljesen, csak így egy picit. Méghozzá azért, hogy ha esetleg a tűzőhabot nem jól méretezem be, és nem lesz szintbe, akkor se a natúr doboz virítson a csodaszép karácsonyi díszítés mellett. Nagyon szép, elegáns, nagyon szép lesz. Egyelőre nagyon figyelnek. Nagyon örülök. Így. Jó. Hát egyelőre az antikológiából ennyi, bár ez nem jelenti azt, hogy nem jutunk majd menet közben eszembe valami. Amíg itt alul ez az oldal rész szárad, addig jégkék matte akril festéket veszek elő. Mit készítesz ma? Ma egy nagyon-nagyon szép kis téli hangulatú dobozt készítünk, házikókkal, fenyőfákkal, és természetesen az új Pentart termékek felhasználásával. Ezzel a jégkék festékkel ide egy hátteret festek. Itt a peremet is ilyen jégkék színűre festem. Kicsit el kell fordítanom, hogy ezeket a belső peremeket sicsúgy befessem. Ha egy picit összekerem a szélét, akkor egyszerűen csak letörlöm. Igyekszem úgy elkészíteni, hogy a száradási idők jól ki legyenek használva. Itt egy kicsit elhúztam. Ide majd mindenképpen kell nekünk még egy réteg, de amíg ez a jégkék háttér szárad, addig foglalkozzunk itt a kis házikóinkkal. Lehet, hogy ezekkel lesz a legtöbb munka. Hoztam ilyen fa házikókat, fa fenyőfácskákat, ezeket le fogjuk festeni. A házikókhoz én bézs színű matte akril festéket választottam. Mindenféleképpen a klasszikus karácsonyi színeket szeretném megjeleníteni a mai alkotásba. A natúrfa díszeknél, ha bézs vagy elefántcsont színre festem őket, úgy nem sok különbség van az eredeti színénél a képernyőn. Igaz, Nonu? Igen. Hogy úgy nem nagyon látszik. De majd mindjárt megoldom, hogy jobban látszódjon.
itt van Erdős Évi is. Reznek Bélni azt kérdezi, hogy mekkora ez a doboz? Ez a doboz, Évike, körülbelül egy olyan 20x10 centis. Ez nem a legnagyobb könyvdoboz ebből a szedből, hanem a legnagyobbtól egyel kisebb. Olyan A5-ös méretű. Itt van egy A4-es papír, látod? Ilyen A5-ös méretű. Egy vékony kis ecsettel, nagyon szeretem ezeket a kis vékony ecseteket. Itt van Gill, írja, hogy szép estét, Viki. Hello, Gill! Eddig mi történt? Eddig a dobozt festettük oliva színű antikológéllel, egy kicsit megcirógattuk az oliva arany csillogógéllel, és ezt a részét pedig jégkék festékkel festettük le eddig egy rétegben, majd mindjárt festünk másik réteget is. Én egy pindurit kiveszek ebből az oliva színből, ide a sütőpapírra. Kipróbálunk valamit. Aztán vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Ha nem lesz jó, majd kitalálunk mást. Teszek mellé egy kis bézs festéket. Mondjuk így. Még egy ecset. Egy jó gyanyúlni. És egy picit keverek belőle a bézs festékhez. Vizes bázisú mindkettő, bár az antikoló gélek viaszt is tartalmaznak, de nagyon szép homogénre tudom keverni a kettőt, és így lehet, hogy jobban látszik a képernyő. Ha lenne rózsaszín antikoló paszta, akkor is az olivát használnád? Hát ez alkotástól függ, de hát egyértelmű, hogy akkor az nagy kedvenc lenne. És ha lenne belőle szivárvány színű, ami gyönyörűen csillogna, az aztán mindent vinne. Nagyon igyekszek ezeket a kis ablakokat itt befesteni, de hát akkor lesz szép. Jobban látszik így, Nonóka? Igen. Most hirtelen ez jutott eszembe, hogy áthidaljuk ezt a láthatatlan, de hosszú műveletet, míg átfestem a házikókat. És húzok ebbe is egy kicsit, de csak ennyit, és egy picit áttörlöm a popsi törlővel, hogy inkább csak egy picit megtörje ezt a bézs színt. Legyen egy pici zöldes árnyalata, hát ha így jobban látjátok, hogy le van festve. Csak ilyen kis finom színű házikókra gondoltam. Jaj, már csak egy van. Na,
hogyha még ennél itt lesznek az ablakocskák. Ezeket a pici ablakokat egyébként úgy a legjobb festeni, hogy átforgatjátok, és mindig egy oldalt festetek. Akkor biztos, hogy nem marad ki egy se. Mert utána már, mikor készen vagyunk a festéssel, és csak díszíteni szeretnénk, akkor olyan bosszantó tud lenni, hogy jaj, itt kimaradt egy ablakocska. Főleg így, hogyha kevert színt használunk, akkor gyorsan egy hasonló árnyalathoz többféle festéket is ki kell bontani, meg újra keverni. Így érdemes ilyenkor ilyen javító színeket meghagyni. Akár egy kis foltpapba vagy alufóliába becsomagolni. Teljesen jól összekeveredett. Muszáj ezeket a kis ablakokat is befestenem, mert olyan nem szépek, hogyha festetlenül maradnak. Még akkor is, ha csak éppen, hogy látszik belőlük valami. Nagyon sietek. A tetejével különösképpen nem foglalkozok, ott úgy is teszünk rá valami hóimitációt, így, és akkor még egy kis vést teszek ide, és most már sokkal gyorsabban át tudom festeni a házikóknak a hátulját. Hát ezt csak egy rétegbe fogom tenni, így is gyönyörűek. És itt most már bátrabban festek, ugye az ablakok már készen vannak, az ecsetben nem sok festék van, így nem fognak belefolyni az ablakocskákba. Remélem, így jobban látszódna. Remek. Csillogó gél. Hát ebből a csillogó gélből is gyönyörű szép színek vannak, és az oliva arany szín, vagy zöld arany szín
mellett. Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem ez az átlátszó arany szín is, ami szerintem szintén egy nagyon hangulatos kis színezést adhat a házikóinknak. És csak éppen, hogy így megsuhantom vele a házikókat. Így. Veszek egy tiszta papírtörlőt. Egy kicsit átsimogatom, hogy ne az egész ragyogjon, hanem csak helyenként is gyönyörű, szép játéka van ezeknek a kis aranycsillámoknak. Minél tovább hagyjátok rajta a felületen, ugye annál nehezebb visszatörölni, de ez az antikológéleknél is így van. És tulajdonképpen még a felhasználásuk is nagyon hasonlít az antikológéleknek, illetve a csillogógéleknek, mert itt is ugye a színek összekeverhetőek ennél a termékcsaládnál is, hogyha gyorsan visszatöröljük, akkor éppen, hogy rajta marad valami, hogyha lassabban töröljük vissza, annál intenzívebben megmaradnak a csillogógéleknek is, és az antikológéleknek a színei is. Nagyon gyorsan szárad mind a kettő, ami egy rendkívül pozitív tulajdonsága mindkét termékcsaládnak. Nagyon szép finom munkákat lehet vele készíteni, és nagyon egyszerű a felhasználásuk. Popsi törlővel egy kicsit jobban visszatörlődnek, vannak ezek a nagylukú fürdőszivacsok, azzal nagyon szépen lehet szabályozni a visszatörlést, a csillogógélek gyönyörűek natúrfelületeken, festett felületeken egyaránt, és ami még szuper jó mind a kettőbe, és ugye ebbe is megegyeznek, hogy mind a kettőnek a felülete, a megszáradt felülete nem igényel utána lakkozást, mert olyan adalékanyagok vannak benne, hogy ezek így önmagukban is tökéletes záró részei a díszítő technikáinknak, úgyhogy nem kell egyiket sem lakkozni. Az antikológiában viasz van, hát hogy a csillogógélben mi van, ezt sajnos nem tudom, de valami van benne, ami teljesen jó fedő rétegnek is, vagy záró rétegnek is, fedő rétegnek. Nagyjából megszáradt a jégkék festékünk, úgyhogy most gyorsan még egy rétegben lefestem. Elég jól haladunk szerintem, Nonóka. 3-4-8-on. Nem tudom, hogy az jó. Szerintem jó. Amennyit már festettünk, szerintem nagyon jó. Hogy tetszenek a kis csili-villi karácsonyi házikóink? Most nem nagyon írnak. Jaj, biztos gyönyörködnek a csillogó házakban a fenntart alkotók. De azért nyugtass meg, Nonóka, hogy itt vannak. Igen. Jó, köszönöm. Jó, megvan a második réteg jégkékfesték is, így már ugye sokkal szebb, egységesebb lesz a hátterünk. Ez nem kell már. Szerintem a bézs festék se kell, de hogyha kell, akkor majd újra előveszem. Nem jól tettem a kupakokat, mert nem látom az átlátszó arancs. Ja, itt van. Na, ezt megtörlöm, mert ezt összekentem. Ez nem lesz sics, hogy gyarkotam. De az lesz, mindjárt kész vagyunk. Bízzatok bennem. Mindjárt kész, és remélem, hogy nagyon fog nektek tetszeni. Na hát, még nincsenek karácsonyfáink.
Nagyon klasszak a házak. Nagyon szép színük lett, szerintem. Kis fenyőfáj, ezek is ugye fából vannak. És újra előveszem az antikológiát. És ezeket a kis fenyőfákat is átkenem velük. Először. Kicsit így próbálom a fenyőformát 3D-síteni. Ugye először csak egy rétegben átkentem, most pedig a sima lapos ecsettel egy kicsit így megütögetem, még egy rétegben, és már is magunk előtt látjuk a fenyőfáknak a gyönyörű ágait. Szarka Ildikó azt írja, hogy kedves Viki, annyira meghoztad a kedvemet, hogy biztosan kipróbálom ezeket a szuper antikológiákat. De aranyos vagy, Ildikó, hát már megérte ma este elővenni az antikológiáket. Köszönöm. Remélem, hogy te is örömödet leled benne, és hidd el, hogy pont ilyen egyszerű a felhasználásuk, ahogy én használom őket ma este is. És már az első kis fenyőfánk, na, mondhatjuk is, hogy megszárad. Nagyon gyorsan száradnak, imádom azokat a festékeket, amik nagyon gyorsan száradnak. Jöhet a másik oldal. Azt kérdezi Dörnyei Kriszta, hogy bár nem ide tartozik, de szeretném megkérdezni, hogy mi jártunk-e már úgy fényes akrilfestékkel, hogy száradás után tapadós marad a felület, vagy van esetleg ötlet, hogy mitől fordulhat elő? Igen, jártunk így. Valószínű, hogy az összetételében van valami olyan anyag, ami nehezen szárad, hogyha már mondjuk 24 órát biztos vagy benne, hogy szárad, vagy akár 72-t is, akkor nyugodtan kend át egy fényes lakkal, és meg fog szűnni ez a tapadósága. De egyébként nyugodtan, hogyha ilyen kérdéseitek vannak, vagy tapasztalataitok, amiben nem vagytok biztosak, hogy ez így jól működik valami, és abba kételkedtek, hogy esetleg ti csináltatok valamit rosszul, akár a Pentartnak küldjetek üzenetet, akár a Pentardekor csoportba tegyétek ki, és akkor a csodaügyes laboros lányok azonnal a segítségetekre sietnek, és szakmai véleményt mondanak arról ők, mint profi szakértők, hogy mi lehet ennek az oka, és hogy mivel tudjátok ezt orvosolni. Készségesen állnak a rendelkezésetekre ilyen témákban. Egyébként ezeknek a fényes festékeknek sokkal hosszabb a száradási idejük, mint a sima matt akril festékeknek. Valószínű, hogy amiatt, mert van bennük valami fényesítő anyag. Itt az oldalait is betunkolom.
Jól néz ki a kezem. És ugye nem tudja az antikológia, hogy most a kezemen van, itt is nagyon gyorsan megszárad. Hallottam, hogy itt van margó, remélem, hogy egyik oldalát sem hagytam ki a fenyőfáknak. Szépen levigazgatom. És akkor itt is egy picit megmintázom a felületét, hogy ne ilyen sima legyen. Na, milyen kis aranyosak. Nem az egészet, hanem csak imítam ott, hogy néha legyen világosabb része is, néha legyen sötétebb része is. Fenyőzöld matta akril festék. Hát először ezzel akartam lefesteni a fenyőket, de már most meggondoltam magam. Ide tettem ki egy picit belőle. És most egy kicsit ezzel is megütögetem. Ez egy kicsit erőteljesebb zöld, de ezzel még inkább fokozni tudjuk a térbeli hatását. Szerintem nagyon jó. Most már belemerek nyúlni. Nagyon jól néz ki. Főleg ez a fehér ecsetmosós vizes része. Csak nagyon keveset, az ecset szinte teljesen száraz. De sokkal igazibbak így, mint csak egyszerűen lefestve. Ugye ezek az akril festékek is sötétednek száradás után, úgyhogy lehet, hogy most a képernyőn egy kicsit nagyon zöld, de itt már látszik is a különbség talán a kettő között, ahogy megszárad. Nem. De igaz, hogy igen? Igen. És hát legyenek ünneplősek a karácsonyfáink is, úgyhogy ha már elővettük a csillogó oliva arany csillogógélt, akkor még egy kicsit varázsoljunk ebből is. A fenyőfácskákra. És ezzel is egy kicsit megütögetem. Ugye egyszer le lettek kenve az olívaszínű antikológéllel, utána az olívaszínű antikológéllel meg lettek így az ecset hegyével ütögetve, utána fenyőzöld mattakril festékkel lett egy kicsit átdolgozva, és most pedig ezzel a
csillogó géllel. Tiringer Marika írja, hogy sziasztok, szép estét mindenkinek, legyőztem, csak most csatlakozom hozzátok, majd visszanézem a videót, mi szépség készül. Egy nagyon aranyos kis dobozt fogunk készíteni, maradj velünk, és örülök, hogy jöttél. Remélem, hogy tetszeni fog, ilyen kis klasszikus színvilágú téli várost készítünk a csodaságos penntart újdonságok felhasználásával. Szerintem szép lesz, ahogy így néha megcsillan rajtuk a fény. Csak nagyon kevés van rajta, de lesz még a doboz díszítésnél más anyag is, úgyhogy ettől több szerintem nem kell rá. Ha minden igaz, a festéssel készen vagyunk mindjárt. A háttérben mindenféleképpen legyen hóesés. Ehhez egy pici matta akrilfestéket teszek ide ki a sütőpapírnak a sarkára, sima mattfehéret, és akkor egy ilyen hegyes saslikpálcának először a szélesebb végével teszek ilyen pici kis pöttyöket. Azt írja Marika, hogy biztos vagyok benne, hogy szép lesz. Nagyon aranyos vagy, Marika. Így, és akkor most pedig a hegyesebb végével még teszek ilyen kis pinduri apró pöttyöket. Ezzel már is olyan kis nosztalgia hangulatú hóesés lesz a háttérben. Természetesen a doboznak ide a külső peremére is tehettek pöttyöket. Most én ezzel nem húzom az időt. Ez a pöttyözés zseniális ötlet. Jaj, de aranyos vagy! Köszönöm! Szerintem aranyos lesz. Olyan kis bájossá teszik ezek a pöttyök. És sokkal könnyebb is táncilezni a doboznak a belső részét. Azt se felejtsük el. Nos, amíg ezek a pöttyöcskék száradnak, addig újra elővesszük a házikókat, megnézzük, hogy melyik részük a szebb, de inkább én ezeket a világosabb részeket választom. Így, jó, hogy néz ki a kezem. Fehér kontúrozó, és mivel ezek nagyon-nagyon pici kis ablakocskák, én ezt a kontúrozót könnyebben el tudom helyezni itt az ablakok körül, hó hatás elérése miatt, mint a hópasztát, ugye az egy picit durvább. Először a felső perem, vagy először az alsó peremeket, utána pedig a felső ablakperemeket emelem ki vele.
ezt a bejárathoz kicsit vastagabban teszek. Ahogy sikerül, mindenhogy tökéletes lesz. Hál' Istennek itt nem kell egyforma vonalakat húzni, úgyhogy örömmámorban húzhatjuk a kontúrvonalakat. Mert itt mindenhogy tökéletes. Azok az alkotások a legjobbak, aminél nem kell ráfeszülni a dolgokra, hogy most az tökéletes vagy nem tökéletes, csak úgy jókedvünkből húzhatjuk a vonalakat. Hát na, ezt a kontúrozást a másik oldalon már nem fogjuk megcsinálni. Azért választottuk ki a szebb oldalakat. Természetesen ezt is lehet mértani pontossággal is, nagyon-nagyon egyforma vonalakat húzni. Ha valaki abba leli örömét, akkor én egy percre se szeretném ettől eltéríteni, de... Néha pontosan az egyenetlenség adja a pályát. Igen, igen, attól olyan igazi. Na, és akkor most egy pár pillanatot kérek, amíg megpróbálom ki suvickolni magam a fantasztikusan gyorsan száradó antikológélekből, amit szerintem még inkább fixált a csillogógé. És mindjárt következhet a díszítés. Te mondom, hova tettem a... Itt van. Lehet, hogy kevés lesz belőle. Na. Eddig tetszik? Szépek a színei? Egy kis tűzőhab. Ha szerencsém van, még elég is lehet. Nagyjából bejelölöm. Csodálatosak. És ide fogjuk építeni a kis házikóinkat, illetve kis fenyőfácskáinkat, hogy ez a rész megálljon. A sanírokat összeragasztok. Először innen belülről, jó vastagon.
kis szallaggal is össze lehetne kötni, de akkor az meg látszódik benne. Rozikának tetszik. De aranyos vagy, Rozika. Ez szép átlátszóra szárad ez a ragasztó, úgyhogy egy kicsit itt kívülről is. Beragasztóztam. Ez a ragasztás mekkora ötlet? Hát az az igazság, hogy néha azért bosszantó, szóval nem biztos, hogy most ez így elsőre meg fog állni. De hát, ha szerencsém lesz. Nagyon vastagon van a ragasztó. De így szépen meg fog kötni. Még egy kicsit nyomok rá. Jó. Most így hagyom. Addig rendezkedünk. Majd néha előre szaladok, már nézem. Na, hát elsőként a kis házikóinkat tegyük bele. Egy pici ragasztó az aljára. Oda lehet nyugodtan próbálni őket, hogy néznek ki, hol helyezkedjenek el. Én szeretem, hogyha egy kicsit ilyen sűrűbben vannak egymás mellett, mert szerintem így látványosabbak. Mondjuk ide hátulra be tudok tenni egy fenyőfácskát, egy ilyen nagyobbat, akkor mondjuk ide egy másikat, hogy ezek úgy nagyon ne takarják ki a házikókat. Ez itt nagyon kitakarja, de szerintem itt nem takarja ki. Ide majd jó lesz. És na, ezt hova tegyem? Itt kitakarja. Lehet, hogy ide teszem a másik elé. Így egy kicsit. Mindjárt megnézem, hogy így jó lesz-e. De az is lehet, hogy ezt egy kicsit. Már megáll. De azért még itt kitámasztom. Na, akkor, hogyha ezeket a kis házikókat elhelyeztük, akkor beteszem a helyére. És hát sokkal szebb lenne, hogyha a másik oldalon is kontúrozva lennének az ablakok, de az a másti közös alkotásból kimarad. Úgy se látjátok őket, csak előről. Nagyon hangulatos. És mit szóltok ehhez a klasszikus színvilághoz? Közel áll hozzátok ez a zöldes árnyalat?
Jöjjenek mindenféle száraz termések. Gondolom ezeket ti is sokat használjátok. A karácsonyi alkotásukhoz. És én úgy gondolom, hogy a karácsonyi alkotásoknak nagyon-nagyon kellemes hangulatot ad, hogyha teszünk bele valami fényt, akár egy kis mécsest, vagy égősorokat. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ebbe az alkotásunkba is tegyünk egyet. Én ilyen kis elemes égősort használok, és lehet, hogy ide oldalra fogok neki egy pici helyet varázsolni. Kicsit így meglékelem a tűzőhabot. Szarka Ildikó azt írja, hogy neki nagyon bejön ez a klasszikus világ, nagyon jó ötleteket adsz. Nagyon örülök, Ildikó. Remélem, hogy kipróbáljátok. Bátovszki Nérzsik azt írja, hogy neki nagyon tetszik, imádja ezeket a színeket. De jó! Hát kapcsoljuk ki. Jaj, elfelejtettem belőle kivágni a itt a nagy igyekezetembe. Van benne egy ilyen kis fólia, hogy ne kapcsolódjon be. Így. Hát ez most csak itt van. Jöjjenek a száraz termések. A száraz termésekből ehhez a pici dobozhoz megpróbáltam inkább ilyen kisméretűeket keresni. Van, aki úgy szereti a száraz terméseket beragaszgatni, hogy ilyen kis kupaconként halad. Az is nagyon-nagyon szép. Én inkább így egyfajtát szétdobálok benne, és akkor utána rakom a következőt. Nunu, majd ragasztó betét, vagy ott van melletted, vagy meg a helyén. Köszi. A nagyobbakat egy kicsit jobban belenyomom a tűzőhabba, hogy csak egy kis részük kandikáljon ki. És még azt mondjátok meg, mert egy kicsit féltem tőle, ráadásul most se látom rendesen, hogy mennyire elfogadható ez a az olivazöld antikológil és ez a jégkék háttér így együtt. Hogy nem nagyon vad hozzá ez a jégkék háttér, vagy inkább egy kis üdeséget visz az alkotásba, mi a véleményetek? Már szuper. Nagyon örülök, hogyha tetszik és kedvet kaptok a kipróbálásához. Csoda szép együtt. Szép együtt. Nem üdik egymást cseppet sem. De jó. Mert én még így nem láttam szemből a házikókkal együtt. Se a fenyőfákkal. De majd még mindjárt a végén azért jön még egy kis hóhatás. Nagyon szép így. Örülök, csak előbb be kell díszíteni.
és utána havazhatunk még. Itt ezek ilyen mindenféle natúr száraz termések, amik éppen a kezemügyébe kerültek, úgyhogy abszolút nem egy ilyen válogatott dolog. A sötét fenyőfák miatt szerintem megvan az egyensúly a színek között, ezt írta magyaros Iker Rózsa. De aranyos vagy, Rózsa, köszönöm! Nagyon szép lett. Van, aki szereti egyébként, ugye az antikoló gél az egy újdonság, de a csillogó géleket már szerintem jó régen nem használtuk, hogy van, aki kedveli őket annyira, mint én, és szívesen használja őket az alkotásokban. Mert karácsonyra ezek a csillogó gélek ám csoda dolgokat tudnak. Jó, szerintem ennyi elég. Ennyi száraz termés. Nos, akkor fenyő. Hát a fenyő az mindenképpen kell. Szerintem. Ezeket a kis fenyőgaljakat én így fölaprítom, de nézzétek, hogy egy ilyen ágból, hogy mennyit aprítok föl. Ugye most itt a köztes helyeket igyekszem kitömni. Ezt a szép véget, ezt ide teszem előre. Ezt is nyugodtan szétszúrhatjátok, először megnézitek, hogy hol legyen a helye a fenyőknek. A kapcsolót azt ne építsétek be, ha tesztek bele. Na hát én úgy ítélem meg, hogy ez az egy ág fenyőcske, ez bőségesen elegendő nekünk, így szétvagdosva. Igaz, ti is úgy gondoljátok? Akkor elhelyezzük benne az égősor. Hát ezt meg be se ragasztottam. Majd ezeket a drótokat szépen eltüntetjük. Most először az a lényeg, hogy megtaláljam az útját az égősornak, hogy merre kanyarogjon, hogy mindenhol szépen megvilágítsa az alkotásunkat. Jön az én kis kedvencem, ezekhez a helykitöltő részekhez. Papírvirágokkal tűztelt vatta. Sima vatta, csak ilyen szép fehér.
és én nem is ragasztom bele, hanem egyszerűen csak egy pindurit így benyomom a tűzőhabba, minthogyha nem ezelnék vele. Csak ilyen nagyon pille könnyű darabokkákat használok, hogy ne takarjam el vele az égőknek a fényét, viszont a drótot azt is teljesen el tudom tüntetni. És így beledöfködöm a tűzőhabba. Hát most nézzétek el, hogyha esetleg egy-két helyen luk lesz, de majd mindjárt megfordítom. És majd mindjárt földobjuk a klasszikus karácsonyi színekkel is, nem felejtettem még el. Megmutatod, Nonóka, milyen szép kis gömböket választottunk. Jön még itt majd a piros, amit még nem tettünk bele, mert már van benne zöld, meg van benne arany. Mivel ezek a száraz termések nálam csak ilyen helykitöltő szerepet töltenek be, itt nálunk a lényeg az a gyönyörű szép dobozunk, a nagyon szépen megfestett házikóink, illetve fenyőfácskáink, így engem nem különösebben zavar, hogyha egyik-másik száraz termést véletlenül sikerül teljesen eltüntetni. Nekem a legfontosabb az, hogy a drótok ne látszódjanak. De viszont a száraz termések meg nagyon jól megtartják ezeket a kis ledégő sorokat. Én ehhez most egy ilyen nagyon szép melegfényű égő sort választottam. Ez kicsit labilis itt ez a fenyőfa. Mindjárt. Megigazítom. Kicsit megfordítom. A vatta se lényeg, az is csak ilyen helykitöltő, ráadásul mindjárt el is tüntetem az összeset. Mondjuk, még hagy egy kis kivetni valót maga után, de szerintem látszik. Igaz, Nonó? Tökéletes a képen, tökéletes. Nagyon örülök. Jöjjenek a kis üveggömböcskék, amik még inkább ünnepivé varázsolják az alkotásunkat. Ebből a kis fehérből is tehetünk. Elvágom, hagyjad, Nonó, ez úgyis ilyen mindenes olló.
ezeknek keresek még egy-két olyan részt, ahova könnyen be tudom dugni őket. Ne a vattához ragasszátok, hanem mindig keressetek olyan részt, ami stabil, akár egy száraz termés, akár egy fenyőág, vagy a házikó mellé bedugni. És még egyre érdemes odafigyelni, hogy ugye ne olyan helyre tegyétek, ahol égő van. Szerintem ezek a kis fehérek is aranyosak bele. És ha minden igaz, még van itt egy pár arany is. Ebből vannak ilyen kisebbek, nagyobbak. Gyönyörű. Még mindjárt gyönyörű lesz. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a téli pasztákat. Ez a hókristálypaszta, aminek az a különlegessége, hogy így fölkenve fehérnek tűnik, viszont száradás után csak ezek a kis apró pöttyöcskék maradnak utána. Mindjárt megmutatom nektek. Ugye így ilyen fehér paszta, de hogyha fölviszem a felületre, akkor csak ilyen kis fehér golyócskák maradnak, vagy szemcsék, vagy... És hogy ezt a... Nincs egy kisebb? Ott van. Nanóka, elérsz egy festőkés. Még egy kicsit. Jó a fém is. Lényeg, hogy elérünk valamit. Köszönöm. Én műanyag festékéssel szeretem ezeket a pasztákat használni, ilyen díszítésekhez, mivel hogyha rá is szárad a paszta, akkor hogyha beáztatom, akkor nagyon könnyen le tudom húzni utána. Festőkésről. És ezekre a vatta kupacokra először így egy-egy kanálkával ráteszek. Nagyon szép lett, ez a kék háttér még jobban feldobja. De jó, arra gondoltam, igen, hogy ez egy kicsit vidámabbá teszi, mert hogyha egy sötétebb lett volna, akkor lehet, hogy komorrá tenni. Szépséges. Természetesen ide a ragasztópisztoly ragasztóra is szépen rápakolgatom. Nagyon szépen lehet egyébként dolgozni ezzel a hókristálypasztával. Én nagyon szeretem. Most pedig egy kis ecsettel egy kicsit eldolgozom, hogy ne ilyen vastagon legyen, hanem olyan, mint egy ilyen zúzmarás hókupac. Nyugodtan ide a dobozra is tehetünk belőle. Nem mondom, hogy a vattával könnyű ilyenkor bánni, ugye, mert mindenfele nyúlik, de megszáradva meg olyan szuper jól tud kinézni.
magára hagyjatok egy kicsit több időt, hogy ne kapkodjatok vele, mint én. Nyugodtan a gömbökre is lehet belőle tenni. Szépek azok ezzel a kis hókristállyal is. A fenyőkre is. A száraz termésekre is mehet belőle, és akkor a festőkéssel meg szépen tudjátok igazítani a vattaszálakat. Gélnek is nagyon tetszik. Ó, de jó! Csoda szép lett, azt írja Ortó Marika is. Nagyon örülök. Ide a doboz szélére is teszek. Azt írja Horváth Margatim, hogy ismét tanultam valami új dolgot, köszönöm. De aranyos vagy, Timi, hát nagyon örülök. Írja Csebi Grigabi, hogy megint tanultam valamit, nagyon jó lett, köszönjük. Hát nagyon örülök, még egy pillanatot várjatok. Ugyanis, amikor megvan ez a hópasztázás, hókristálypasztázás, akinek tetszik, az természetesen még a doboz különböző részeire is tehet belőle, akár nagyon jól mutat itt a doboznak a sarkain egy kicsit. Itt is. Főleg majd, amikor megszárod. De ezt szépen finoman el tudjátok ti dolgozni. És hogyha mindez megvan, akkor újra előveszem a kontúrozót, de még a kontúrozó előtt ki nem maradjon az új kedvencünk, ami nem más, mint az Eco Glitternek az ezüst színe, és az ezüst színének a közepes szemcse nagysága, amit ebbe a friss hókristály pasztába én bizony beleszórok, és ez gyönyörűen megtapad benne, és egy nagyon-nagyon elegáns csillogást ad neki. Látszik, Nonóka? Hát, így ne, nem van sem. Nonóka, most? Most jó. Ragyog. Finoman. Így, és akkor a legutolsó pedig az, hogy a kis házikóinknak, illetve fenyőfácskáinknak még egy kis havas hatást varázsolunk, szintén a fehér kontúrozóval. Majd azért megfordítom, mert ne felejtsétek el, hogy nem látom az elejét. Még jó, hogy csak ezt a kicsit csináltuk. Én mondtam, hogy jó sok mindent készítettem ide. Elég a házikókat, mindjárt megigazítom. És minthogyha a mézes kalács házikókra a cukormázat rátenném, olyan bájossá varázsolódnak ezek a szép formájú kis íves tetejű házikócskák. Ismét meseszép alkotás született, meseszép lett, nagyon szép lett. De aranyosak vagytok, hát remélem, hogy kipróbáljátok. Jó gazdagon teszek, hagy omoljon lefelé. Ragyogóan szép lett. Jaj, nagyon örülök. Visszafordítom. Így. Szépséges cukiság. És azért szórtam rá hamarabb az Eco Glittert, hogy már ebbe a kontúrozóba ne ragadjon bele. Ha már kint nem havazik, legalább az alkotásaink legyenek havasak. Majd fog havazni. Ma már itt nálunk
egészen hóhatású felhőket lehetett látni. Hatalmas szürke felhő borított a Salgótarján égboltját. Ide jövő héten már volt itt? Na mondom én, hogy jönni fog. Csodálatos lett, nagyon szép, szépséges lett. Igaz, milyen cuki, és olyan csoda dolgokat lehet művelni ezekkel az antikoló gélekkel, csillogó gélekkel, amik ugye nagyszerűen felhasználhatóak a karácsonyi alkotásoknál is. Ó, mintha a cukormázat adagolna. Minél kevesebb van a kontúrozónkban, annál nehezebb nyomni. De csak ide szerettem volna a fenyőknek a végére. Majd még mindjárt ecsettel meg is igazítom. Túli Krisztina is írja, hogy én is sokat tanultam, köszönöm ezt az élményt. Jaj, de aranyosak vagytok. Hát én nagyon köszönöm, hogy együtt alkothattunk ma is, és hogy sikerül olyan alkotást készíteni a fantasztikus Pentart alapanyagok felhasználásával, amihez ti is kedvet kaptok, hogy kipróbáljátok. Na hát, és akkor ezt még így a végtelenségig lehet fokozni. Nagyon jó lenne, ha a karácsony fehér lenne. Fehér lesz. Ha nem lesz fehér, otthon varázsoljátok fehérré. És akkor itt a fenyőfáknál egy kicsit megigazítom ezt a kontúrozót, hogy ne ilyen vastagon legyen, hanem inkább egy picit természetesebben, hiszen ezt a kontúrozót is föl tudjuk használni ugye többféle képen. És például a fehér hópöttyökhöz is a háttérbe is használhattuk volna ezt, nem is tudom, hogy miért nem ezt használtuk, de ma azzal is épp ilyen szép hópöttyöket rajzolhattunk volna. Az egyik havasabb, a másik kevésbé. Még ezeket a kis fenyőket megigazítom. És szerintem kész. Esetleg hiányoltok még róla valamit, vagy eszetekbe jutott valami, amit még használhattunk volna? Vagy ti otthon biztos, hogy kombinálni fogjátok vele? Gyönyörűen, mint a cövek, úgy áll a könyvdobozunknak a hátulja. Iker Rózsa azt írja, hogy nagyon örülök, hogy egy új hatást láttam az antikoló géllel. Egy pillanat. Szerelem első látásra. És bízom benne, hogy ennek a régi közkedvelt alkotásnak ez az újra gondolt változata is épp úgy elnyeri a tetszéseteket, mint a régi. Súr Zoltán négy, hogy ez csodás, olyan szívmelengető, kedvet adtál az alkotáshoz. Na hát, nagyon-nagyon örülök, és kezdjétek el készíteni a karácsonyi alkotásokat, még bőven van idő, nektek nem kell ilyen sicsutyát készíteni, mint ahogy én, hanem egyik este fessétek le a dobozt, és már is olyan boldogság járja át a szíveteket, másik este készítsétek el a házikókat, a harmadik este próbáljátok meg, hogy hogy néz ki együtt, hogy mit, hogyan szeretnétek benne elrendezni, aztán negyedik este pedig fejezzétek be. És így minden este egy picit ráhangolódtok a közelgő ünnepünkre, és jövő héten is segíthetek ebbe, hogyha itt lesztek jövő héten csütörtökön. Jövő héten csütörtökön hógömbös textil párnát, vagy textil szatyrot fogunk majd készíteni, hógömb mintásat. Remélem, hogy sokat tartotok majd jövő héten csütörtökön is velem. Én nagyon-nagyon szeretem
minden év, vagy az év minden szakaszában, de karácsonykor legfőképpen ezeket a sicsút textilfestéses ötleteket, úgyhogy remélem, hogy a jövő héten is sikerül nektek egy olyan alkotást hozni, így a varázslatos karácsonyi alkotások közben, ami sokatoknak elnyeri a tetszését, és majd azt is szívesen kipróbáljátok. Legyen szép estétek, jövő héten csütörtökön, ugyanebben az időben mi Nonóval várunk benneteket, addig is alkossatok csodaszépeket, millió puszi, szép estét, sziasztok!